Dombóvárváros önkormányzata rendkívüli jelleggel hívta össze képviselő testületét, akikre 8 napi rendi pont megtárgyalása várt. Örömteli a hír, hogy határozatképesek voltunk, hiszen júliusra nem volt tervezett testületülésünk. 12 főből így is 80 meg tudtak jelenni és meg tudtuk hozni a döntéseket. Sajnálatos az az esemény, hogy a fenntartató városfejlesztési stratégiánkat az ellenzék nem szavazta meg, és továbbra is hátráltatnak minden fejlődés Dombováron. Alapvetően ugye a megyei önkormányzat elfogadta az ITP-t, Tolna megyében 6 város került a fenntartató város kategóriába. Ugyan nem volt számomra meglepő, hiszen a megyei közülésben sem szavazta meg a dombovári képviselő a Dombovár forrás allokációját. Én azt hiszem, hogy mindezek ellenére ez a munka töretlenül folytatódott tovább. Egy egyéves előkészítő anyag került már elfogadásra, amely megnyitja annak a lehetőségét, hogy a megyei önkormányzattal 21-27-re vonatkozó stratégiai elképzeléseinket egyeztessük, amennyiben ezt elfogadja a megyei önkormányzat, továbbítja az irányítóhatóság felé, és október 5-én 7 milliárd forintos keretszerződést kötött Dombovár az elkövetkezett években várható fejlesztésekre. Nyilván nagyon remélem, hogy a mostani pandémiás helyzeten túlmenően Európában és a világon dúló háborús helyzet ennek nem szolgáltat. Az Unió jóváhagyja a Magyarországnak járó források folyósítását, és mindazok a tervek, álmok, amelyeket tartalmaz ez a fejlesztési terv, a közeljövőben Dombováron megvalósulhatnak. A testületben helyet kapó ellenzéki képviselők kifogásolták, hogy a fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítése kapcsán nem került bevonásra minden helyi szervezet. Az anyag akkor készült még, amikor ez a mostani gazdasági recesszió még ilyen szinten nem ütött be. Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül ezt át kell dolgozni. Amúgy maga az anyag szakmailag jó. Tényleg látszik rajta, hogy a szakértők beletettek anyai tapait. Nem rajtuk múlt az, hogy a körülmények sajnos megváltoztak, és ezért újra kell tárgyalni majd az anyagot. A fenntartható városfejlesztési stratégia megvitatása mellett több olyan napirendi pontról is tárgyaltak a képviselők, ami halaszthatatlan volt. Az FFS-t el kellett fogadnunk, ahhoz, hogy október 5-én az irányítóhatóság meg tudja hozni a pozitív döntését, mi sem húzhattuk tovább az időt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon édes áldozat volt minden képviselő részéről, hiszen azért 7 milliárd forint tervezhetően dombovári térségben még soha nem érkezett. Hoztunk még döntést intézményvezető tárgyában, hiszen pályázatot írtunk ki a százszor szép és szivárvány zöldliget óvoda vezetői állására. A beérkezett pályázatot elbírált egy szakértői testület, és jó szépen ajánlott a testületnek, hogy fogadjuk el, úgyhogy szeptember 1-től az intézménynek új vezetője van Müller Ágnes személyében. Próbáltunk egy picikét utána járni annak, hogy miért nem történik helyben a mammográfiai szűrés. Ezzel kapcsolatban az elmúlt néhány hónapban kiderült az igazság, hiszen egy dombári járásban is a hölgyeknek szexárra kellett bejárni szűrésre. Ezt egy magáncég végzi, magáncéggel sikerült megegyeznünk október 1-től október 15-ig. Dombováron egy bevásárlóközpont parkolójába fogják ezt a szűrési vizsgálatot elvégezni, ezért önkormányzatunk közel 2 millió forintos áldozatot hoz, de ezt jó szívet tesszük, hiszen azt gondolom, hogy ennél nincs fontosabb, mint a szűrések minél hatékonyabban, minél gyorsabban és minél közelebb zajlódjanak az emberekhez. Évek óta elhúzódó probléma kerül orvoslásra, hiszen a Pannonia utcában 2019-ben kampány nevében a nyárfák ki lettek vágva, azok a fák onnan eltűntek, és akkor már meg lett ígérve a lakosságnak az út szélesítése, új járda, egy ivóvíz cseréje is. Sajnos ez akkor is csak légbe kapott hír volt, hiszen semmiféle engedélye nem rendelkezett ez a beruházás. A mai napra megérkeztek már, és minden jogerős engedély rendelkezésünk rá, hogy egy beszerzési eljárás keretében kiválasszuk a vállalkozót. Ez egy több mint 30 millió forintos munka lesz, amely augusztus második felében fog megkezdődni, és reményénk szerint szeptember végére be is fejeződik. A zárt ülésen meghozott döntés értelmében 2 héten belül megkezdődhet a dombóvári járási hivatal mögötti ivóvízgerinc vezeték cseréje. A beruházást, melynek keretében járda és parkoló is kialakításra kerül, teljes egészében Dombóvárváros önkormányzata finanszírozza.